Tisztelt szerkesztőség, azt szeretném kérdezni, hogyha ha egy, egy nem keresztény ember föláldozza az életét egy igaz barátjáért, akkor a mennybe kerül-e? Mert a Biblia azt írja, hogy nincs annál nagyobb szeretet, ha valaki életét áldozza a szeretteiért. Ez erre vonatkozik, üdvözlettel balás, nem erre vonatkozik. Sokan odadják az életüket másokért, csak gondoljunk a iszlám. Misták áldozatára is egészen nagy áldozatokat tudnak hozni. A egykorintus beliekhez írt levél 13. fejezete is tartalmazza, hogy föláldozhatja az ember az életét úgy a barátaiért, hogy nincs abból semmilyen ö, személyes vonatkozásra nézve értéke, haszna az embernek, ha nincs benne szeretet. A szeretet pedig Istenek a jelenléte, maga az Istenek a szeretete. Ahhoz, hogy bekerüljön az ember ebbe szeretetbe, nem elég csupán a szeretetnek az akarása, akarása, hanem újra kell születni, meg kell nyerni Istenek a jelenlétét, be kell töltekezni Isten szellemével, csak ezután teremtődik meg az emberben az, hogy Krisztusi szeretettel legyen képes áldozatot hozni a fele barátaiért. Ez nem azt jelenti, hogy ö, oka van a keresztényeknek arra, hogy felfuvalkodjanak, hogy ő bennük szeretet van, másokban nincsen, mert ugye nagyon gyakran a tapasztalat az mutatja, hogy ez nem így van. Nem nyilvánul meg egy önfeláldozó változat, ö, vállalásban sok esetben a Krisztusnak a szeretete. Tehát ezért nagyon fontos a keresztényeknek nem a felfúvalkodni, hanem alárendelni Isten igényének magukat, és valóban narcisztikusság nélkül, egománia nélkül, önzetlenül szolgálni az élő Isten, és szolgálni mindazokat az embereket, akiket Isten elhívott az örök életre. Ezt a pálapostól hangsúlyozza, nem véletlen, hogy utána jön a 13. fejezet, utána a 14. ahol pálapostól arra szólít föl bennünket is, hogy törekedjünk arra, hogy az egyház fejlődjön, épüljön és gyarapodjon.